Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Gajdos Csabi vagyok. Ma a határérték elemzés módszeréről fogunk beszélni. Ezt a technikát, a határérték elemzést az ekvivalencia particionálással együtt szokták használni, hiszen a két technika nagyon jól kiegészíti egymást. Pontosabban a határérték elemzés az ekvivalencia particionálás kiterjesztése, de csak numerikus vagy szekvenciális adatokat tartalmazó rendezett partíciók esetén használható. A partíció minimum és maximum értékei, a határértékek, és akkor ezeket kell vizsgálnunk. Nézzük akkor ezt a gyakorlati példát, hogy van egy jelszó mező, amit tesztelnünk kell. Ebben az esetben a jelszónak a következő követelményeit tudjuk. Legyen legalább 8 karakter hosszú, ne legyen hosszabb, mint 16 karakter, tehát ezek a határértékei. Normál esetben csak ezeket a határértéket vizsgálnánk, azonban van egyéb követelmény is, mint például, hogy tartalmazzon legalább egy speciális karakter, tartalmazzon egy nagybetűt, tartalmazzon egy kisbetűt, ezt elfelejtettem odaírni, tartalmazzon egy kisbetűt, ne tartalmazza a következőket százalékjel és pont. Ezekből fel tudjuk írni ezt a fajta táblázatot, tehát a határérték elemzés általában egy ilyen A határérték elemzés általában egy ilyen táblázatban történik, ez szintén ahhoz szükséges, hogy a tesztadatokat előre úgy elrendezzük, hogy abból aztán később teszteseteket tudjunk reálni. Tehát mondhatjuk azt is, hogy ez egy teszt adatvezérelt teszteseti írás, vagy teszt adatvezérelt tesztelés. 5 értéket kell ebben az esetben figyelembe vennünk. Alul kívül alsó határérték, a határértéken belüli érték, felső határérték és a felső határértéken kívüli érték. A karakter hosszánál ez a legegyszerűbb, hiszen ott tudjuk, hogy az alsó határérték a 8-as, a felső határérték a 16-os, a kettő között mondjuk a 9 van, alul kívül van a 2-es mondjuk, vagy a 0, felül kívül pedig mondjuk a 19. Ugyanezt viszont fel kell, hogy írjuk a karakter speciális karakterre is, a nagybetűre, kisbetűre és a tiltott karakterre is. Ez úgy néz ki, a speciális karakterből ugye minimum egy kell legyen, lehet több is, de maximum, mivel kell legyen még benne nagybetű, kisbetű és tiltott, nem kell legyen tiltott karakter. Mivel kell benne legyen nagybetű, kisbetű és tiltott karakter ne legyen benne, ezért 14. Ezt elrontottam. A speciális karakterből tehát mindenképpen egy kell, hogy legyen. Lehet benne 2, de maximum 14, mivel kell még benne legyen egy nagybetű és egy kisbetű is. Tehát lehet 14 speciális karakter, ami nem pont vagy százalékjel, és mellette lehet egy nagybetű és egy kisbetű, az is egy elfogadott felső határérték. Ezen kívül, tehát már például 15-nél már nem jó, úgyhogy ami kívül van, például 17 speciális karakter nem lehet benne. Ugyanezt fel tudjuk írni a többire is. A tiltott karakternél pedig úgy néz ki a határérték felírása, hogy az egyetlen pozitív teszteset ebben az esetben az, hogy nincsen benne, az összes többi az negatív, a felső határérték az az, hogyha mind a két tiltott karakter benne van, illetve hogyha ennél több van, az meg a felső határértéken kívül van. Értelemszerűen rengeteg teszteset kombinációt fel tudunk írni, abban ad segítséget nekünk, hogy például az előző részben megnézett ekvivalencia partícióval együtt lefedjük azokat az eseteket, azokat a kombinációkat, amikre normál esetben nem gondolnánk, így viszont minden egyes esetre valószínűleg gondolni fogunk. Tesztlefedettséget itt is ugyanúgy mérjük, mint az előző esetben, tehát minden egyes oszlopból kell legalább egy értéket kiválasztanunk, és akkor vagyunk 100%-os tesztlefedettségnél, tehát ebben az esetben 5x1, 2, 3, 4, 5, ebben az esetben legalább 25 tesztesetre van szükségünk, és akkor leszünk 100%-os tesztlefedettségnél. Oké, határérték elemzés nagyjából ennyi.
Mind a határérték elemzést, mind az ekvivalencia partíciót megtaláljátok a tanterv 57 és 58. oldalán. Ha bármi kérdésetek merülne fel, akkor nyugodtan tegyétek fel kommentben, illetve találkozunk Discordon, vagy hamarosan Twitchen. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok, hamarosan találkozunk. Feliratkozás, like!